A szekszárdi Szent József iskola központ tanulóinak műsorába vette kezdetét az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott megemlékezés Szekszárdon a Béla Király téren. Visszafelé építkezünk, tehát elkezdjük a szabadságharc leverésétől, és utána építünk vissza március 15-ig a forradalomig, majd visszamegyünk a szabadságharc leverésére, ahol az asszonyok és a lányok eltemetik a halottjaikat. A műsorban a szabadságharcosok vezetőjét játssza Kedves Benedek János. Azt mondja, számára március 15-e a magyarság összetartozását és szabadságát jelképezi. Egy nagyon fontos napja a magyar történelemnek, meg igazából szerintem itt a környező országokban is többen, ugye a külföldi magyarok is nagyon fontos napnak, és szerintem megtartják ők is. Ács Rezső szekszárd polgármestere ünnepi beszédében úgy fogalmazott, fontos nagyszüleink, dédszüleink hagyományait, valamint örökségünket ápolni, és minden körülmények között ragaszkodni a szabadságunkhoz. Amikor egy nemzet össze tud fogni, és mindentől függetlenül, politikai hovatartozástól, nemtől függetlenül mindenki egy cél érdekében teszi a dolgát, sőt annál többet is, 1848. március 15-e ebből a szempontból egy kiemelkedő és példamutató ünnepünk. Azt ünnepeljük ilyenkor, hogy megteremtődött egy közösség, megteremtődött egy egységes akarat, és teljesen mindegy, hogy ebben az egységes akaratban egy ország, egy nemzet akaratát látjuk, hogy egy kis település, település akaratát. Egy a lényeg, ha van egy jó, közös cél, azért meg lehet teremteni azt az egységet, amely ezt a célt eléri, vagy részben eléri, és egy ideig fenn is tudja tartani. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc 171. évfordulójának városi megemlékezése koszorúzással zárult a Béla Király téren álló emlékműnél.